Az F-16-os vadászrepülők ügye Ukrajna számára hosszú távú kérdés. Jelenleg a földi légvédelem az ország védelmének leghatékonyabb módja, közölte Lloyd Austin, amerikai védelmi miniszter és Mark Milley a hadsereg vezérkari főnöke csütörtöki, washingtoni sajtótájékoztatóján. Az ukrajnai katonai ellátásban együttműködő, 50 országot tömörítő ukrajnai védelmi kontaktcsoport online tanácskozása után Lloyd Austin szükségesnek nevezte, hogy megadják az ukrán légvédelem számára további segítséget. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei ennek érdekében tárgyalásokat folytatnak beszállítókkal további új légvédelmi felszerelések gyártásáról. Kiemelte a norvég-amerikai fejlesztésű NASAM közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert. A miniszter beszámolt arról, hogy a következő hetekben az Egyesült Államok a programban vezető szerepet vállaló Hollandiával és Dániával együttműködve kidolgozza a kiképzés kereteit az F-16-os vadászrepülőkre ukrán pilóták számára.